Milyen hátrányokkal vagy előnyökkel indulunk az előző generációhoz képest, milyen lenne számotokra az ideális világ, és mit kell tenni ahhoz, hogy ezt el is érjük? Sziasztok, én Barka vagyok, ez itt a Refresher Magyarország, és itt vagyunk az Akváriumban, Bagosi koncert előtt, és többek között az ideális jövőtökről kérdeztünk titeket. Szerinted milyen lenne az ideális világ? Az nagyon fontos lenne, hogy mindannyian elfogadjuk egymást. Tudom, nagy szavak, de hogy ezt mindig igazából így fontosnak tartottam. Egy ideális világban szerintem nem lennének ekkora különbségek így a szociális rétegek között. Mindenkinek más jelent ez, hogy ideális világ, és mindenki más, hogy gondolkozik az élet fontos dolgairól, és azt szerintem nagyon fontos lenne, hogy mindenki tisztelje, hogy tényleg ki hogy látja a világot, hogy ki hogy gondolkozik az életről. És azért az ideális világért, amit te említettél nekünk, embereknek mit kéne tenni, vagy mi az, amit máshogy kellene csinálnunk? Csak annyi, hogy legyünk kedvesebbek a másikhoz, elfogadóbbak, és hogy ez már nagyon sokat jelentene, hogy nem előítélettel állunk a másikkal szembe, hanem kíváncsiak vagyunk, hogy milyen a másik, mit mond a másik, vagy mit csinál a másik. Például ezek az egyszerű kis dolgok is tudnak azért nagy változást elérni, hogyha mindenki megcsinálja. Például otthon a szemetet szelektíven gyűjtjük, meg nem pazarlunk annyit, leoltjuk a villanyt magunk után. Végre így elfogadjuk a másikat, és így arra figyeljünk, hogy én mit tudok hozzátenni ahhoz, hogy ez jobb legyen, ne az, hogy ő mit vesz el belőle. Szerintem így mindenek a gyökere az oktatásban rejlik, szóval hogyha már kisgyerekkortól az embereknek egy ilyen józan képük van a világról, és az van nekik tanítva, hogy hogyan kell ez irányba cselekedni, mert egészen kicsi kortól, akkor talán elmozdulhatnak a dolgok. Valamint az is, hogy ne féljünk segítséget kérni, vagy elmenni pszichológushoz esetleg, és ez abszolút nem ciki dolog, hanem nagyon jó, és nagyon sok embernek kellene, nagyon sok fiatalnak is és gyereknek is el kellene menni, és ne féljünk segítségét kérni, szóval ezt tudnám mondani. És egyébként a jövőt, az hogy képzeled el egy ilyen 15-20 év múlva? Az AI, ami most megy nagyon, az még jobban teret fog hódítani. Szerintem fenntarthatóbb, mert ez mindenkinek az érdeke. Viszont ha azt nézzük, hogy a globális kapitalizmus így miket tol ránk, meg a fogyasztási vágy, ilyesmi, az meg teljesen ez ellen szól. Szóval szerintem, hogyha itt így el tud shiftelni egy kicsit az irányba, hogy a fenntarthatóságot nyomassuk inkább, mint a túlfogyasztást, akkor egészen megváltozhat. Nagyon nagy bizodalmam van amúgy az emberiségben, szóval remélem, hogy jó irányba fog menni. 15 év múlva nem tudom elképzelni, hogy nagyon megváltozna az élet, bár ki tudja, azért reménykedem benne. Én azt mondom, hogy szerintem semmivel sem leszünk előrébb ebben a kérdésben, sajnos 10-15 éven belül. Ha már jövő, szerintetek a gyerekeink és az ő gyerekeik, az unokáink vajon milyenek lesznek? Milyen lesz a következő generáció? Miben lesznek mások, mint mi? Bele sem erre gondolni. Szóval negatív szerinted? Szerintem kifejezetten. Nagyon nehéz megítélni már, mint hogy folyamatosan azért változunk, és hogy mondjuk a mi szüleinknek, nagyszüleinknek, mivel teljesen érthetetlenek vagyunk nagyon sokszor, valószínűleg a mi gyerekeink és unokáink számunkra teljesen érthetetlen dolgokon és mémeken fognak folyamatosan nagyon jól szórakozni, amit nem fogunk megérteni. Bízom benne, hogy ők fenntarthatóbban fognak, hát nincs más választásuk igazából. Szerintem amúgy sokkal, de sokkal jobb lesz, mint a mi szüleink generációja, mert szerintem pont mi vagyunk azok, akik így már érzékeljük azt, hogy a mi szüleink a nevelésünkben milyen hibákat követtek el, és hogy mi ezeket így ne kövessük el a jövőn. Biztos mindenki amúgy így van vele, de szerintem amúgy ez a generáció egy sokkal jobb generációt fog felnevelni. Már az én generációm is mondjuk sokan állját, hogy mondjuk kihívtuk focizni, és a helyet meg bent ült, és nyomta a telefont, és szerintem ez fokozottan érzékelhető lesz, de hát ne legyen így. És ha már generációkról beszélünk, szerinted a szüleink generációjának 30 évvel ezelőtt miben volt könnyebb, vagy épp nehezebb, mint nekünk? Miben volt más nekik? Szerintem voltak nehezebb dolgok. Most így nekünk talán, ami így rosszabb, az így a social media, meg minden, így az egész az internetvilág, ami nagyon bele nyúl ebbe a társadalomba. Az például biztos, hogy előny volt, hogy nem lógtak ennyit a neten. Hátrány meg ugye nyilván az, hogy most mi bármire kíváncsiak vagyunk, csak előkapjuk a telefonunkat, aztán már meg is találjuk rá a választ nekik, meg ez még nyilván nem volt lehetséges, ugye. Szerintem kicsit összetartóbbak voltak.
jobban foglalkoztak így akár, akik egy helyen is éltek egymással, tehát a szomszédok is ismerték egymást és jobban voltak, és szerintem ez rossz, hogy már nincs ennyire meg. Én azt gondolom, hogy nekünk például ebben sokkal nehezebb dolgunk van szerintem, hogy mi kitűnjünk és valami innovatív dologgal elő tudjunk állni és föl tudjunk törni, aki bár nem feltétlenül mi generációnk meg a szüleinknél, hanem szerintem inkább aki most ilyen 30-40 éves, nekik volt ebben mondjuk könnyebb, nem feltétlenül a mi szüleinknek, akik már ettől idősebbek. Köszönjük, hogy megnézted a videót, várjuk róla a véleményed kommentben, hasonló tartalmakért pedig iratkozz fel a YouTube csatornánkra, és kövess be minket Instán és TikTokon, ahol Refresher Hu néven találsz meg.